Köszöntöm nézőinket, önök a Pécs TV sportműsorát látják. 9-ig tart a városban az ETA nemzetközi korosztályos teniszversenye, a Mercedes Kupa. Ez egy nagyon rangos esemény, és ez alkalomból két vendégünk is van az öltözőben. Szeretettel köszöntöm Petrovics Józsefet, a PVTC elnökét, mint a vendéglátók elnökét, és itt van velünk Mester Bea, aki szép eredményeket ért el az eddigi küzdelmek során. Egy kicsit összefoglalóként az elején beszéljünk arról, hogy az, hogy egy ilyen nemzetközi rangos esemény ide kerül a városunkba, egy ETA verseny, ez már komoly múlttal rendelkezik nálunk. Ha jól tudom, ez volt az 5. alkalom. Hogyan kerültek ide ezek? Igen, előjáról is köszöntöm a kedves nézőket. Ma, tehát ez a 5. alkalommal kerül sor erre a rendezvényre. 3 évvel ezelőtt az első verseny Magyarországon volt, és Pécsen, és azóta a következő évben 2-szer, és az idei évben pedig májusban, és most szeptemberben volt a verseny. Ez még tart, szombaton 10 órakor lesznek a döntők. Ez egy olyan nagy nemzetközi verseny, hogy 48-as főtáblája van, és rendkívül erős a mezőny, olyan játékosok vannak, akik a legélen vannak a európai ranglistán. Hát körülbelül ennyit a versenyről, tehát nagyon rendkívül erős a mezőny. 20 országból jöttek a versenyzők, válogatottak jöttek, tehát nagyon színvonalas mérkőzéseket lehet látni a kedves nézőknek. Ki tudunk esetleg emelni a mezőny játékosai közül néhányat, akik mindenképpen érdemesek arra, hogy kilátogassanak esetleg még a pécsiek és megnézzék a játékukat? Igen, van egy nagyon jó fiújátékos, hát több van, de egy kiemelkedik, a Lackó, hát magyar neve van, szlovák a fiú, nem tud magyarul. Ez tavasszal itt volt a mi versenyünkön, az volt az első nemzetközi verseny, mivel ő fiatalabb, mint a többi, hát van még ilyen más is, de ő csak 13 éves, és akkor kvalifikációt játszott, megnyerte a kvalifikációt, és utána az egész versenyt megnyerte. Utána elment Európába több versenyre, és szinte nem talált legyőzőre, úgyhogy jelen pillanatban 20. az európai ranglistán, és ha ezt a versenyt is megnyeri, vagy döntőt játszik, akkor valószínűleg a 10-be kerül, és mivel az idősebb játékosok kimennek, valószínűleg lesz az Európa legjobbja jövőre. Tehát ez egy érdekes teniszezőt lehet látni olyan értelemben, hogy minden tud a pályán, lát, nagyon jó technikája van, tehát ez pár év múlva, 5-6 év múlva valószínű Wimbledonban vagy egyéb ilyen nagy versenyeken is fogunk vele a nevével találkozni, hát jó lesz megjegyezni. Viszont láthatjuk, tehát érdemes akkor kimenni, érdemes az ő játékát megnézni. Térjünk át egy kicsit a magyar versenyzőkre, azon belül is a pécsiekre. Kiket láthattunk, mit láthattunk? Hát akkor kezdeném a pécsiekkel, hát a Bea, aki tegnap egy nagyon jó mérkőzésen egy bosnyák kislányt megvert. Ma sajnos olyan rossz volt a sorsolása, hogy a legjobb szlovákkal, tehát az egész mezőnyben a legjobb, az első kiemeltel játszott, tehát oda lett sorsolva, úgyhogy ő a egyénibe nem bírt ő vele, ez egy nagyon jó játékos, ő a torna esélyese. Párosba egy kicsit pekkesek voltak, mert hát a döntőszedbe tulajdonképpen kikaptak nagyon szoros mérkőzésen. A másik pécsi játékos a Berki Szabolcs, hát ő is egy, ő neki nagyobb esély, tehát ő esélyes volt a mérkőzésen, és egy horvát játékostól 7-6-7-5-re kikapott. Akkor megemlíteném még egy félpécsi játékost, aki jövőre lesz a mi pécsi játékosunk, tehát azért mégiscsak lehet nézni olyan játékost, akivel a jövőben is Pécsen is lehet találkozni. Adam Kumiljana, egy paksi kislány, akivel megegyeztem a klubjával, hogy mert nem, nincs még pontja, szabad kártyát kapott a versenyen a PVTC-től, és most már ő a 8-ban van, tehát ő még él a versenyben, ő a második magyar, aki versenyben van, és még egy magyar van a lányok között, a Borsányi Csilla, a Siófoki, ő egyébként a 4. kiemelt volt,
de ez a paksi kislány, ez még a kvalifikációra se fért föl, és ő is csak 13 éves. És a fiúknál még annyit, hogy egy magyar van versenyben, Horváth Tibor, aki a második kiemelt. Köszönöm. Itt van velünk Bea, mint említettük, a 16 közé sikerült jutnod, mint hallottuk Józsitól, egy bosnyák ellenfelet vertél meg. Milyen volt az a mérkőzés? Könnyedén vetted, vagy azért meg kellett küzdeni vele? Hát elég jó, talán meg kellett küzdenem vele, de nagy cél volt, és elég jól ment célben a játék nekem. De nagyon jól játszott, de hál' Isten sikerült megverni, mert nekem is elég jól ment a játék. Úgy általában, még az előtte való mérkőzéseken milyen formában érezted magad? Hát edzésen is, és előtte is, amikor edzettem versenyen, nagyon jól ment a játék, és azon a meccsen is. És akitől kikaptam most első kiemelt, nem játszottam annyira rosszul, mert tényleg mindent megtettem azért, hogy nyerni tudjak, de sajnos nem sikerül. Ez ugye már a 8 közé jutásért vívott harcban volt a szerdai játéknapon. Mm. Lett volna esélyed ellene? Úgy gondolod? Hát nem tudom, hát valamennyi volt esélyem, de hát igazából ő volt az esélyesebb. Milyen versenyeken láthatunk még téged az idén? A jövő héten megyek a tízekre, ez az országban az első 10 játékos játszik egymással, összesen 9 meccset kell majd játszanom. Utána való héten megyek a Nike döntőre, ez a Nike versenyek alapján a legjobb 8 játékos jut be ebbe a döntőben, és majd ott fogok versenyezni. Találkozunk itt minél többet, és reméljük, hogy jó eredményekről tudunk majd beszámolni. Józsi, hozzád még térjünk vissza egy kicsit, méghozzá egy igen szép alkalomból, amihez már előre is gratulálok a kedves nézők nevében is, pontosan szeretnék idézni. A Pécsi Sporttámogatási Közalapítvány kuratóriuma emlékplakettel és oklevéllel jutalmazta a teniszsport működési feltételeinek javítása érdekében kifejtett eredményes munkájáért. Ehhez gratulálunk tehát, és láthatjuk az oklevelet is a képernyőn, illetve a hozzátartozó emlékplakettet. Hát nagyon komoly dolog, és nagyon sok mindent végzelte a tenisz érdekében, nagyon sok titulusod van, és mindig csak azt szoktuk mondani, hogy a PVTC elnöke, de emellett nagyon sok mindent csinálsz. Annyi mindent, hogy azért nem is beszélünk róla, mert egész egyszerűen nem fér ki a képernyőre, ha mindent ki szeretnénk írni. De én szeretném, hogyha most ugye a legfontosabb teendőidet, amikkel nap mint nap foglalkozol, elmondanád nekünk, amire ugye a legbüszkébb vagy. Hát igen, mondjuk a legbüszkébb azt el is mondtad, tehát a Pécsvárosi Teniszklubnak az elnöke vagyok. Most választottak meg a harmadik ciklusra, tehát több mint 8 éve, 8 és fél éve. Azon kívül 11 éve, majdnem 12 éve vagyok a Magyar Tenisz Szövetség elnökségi tagja. 4 évig alelnöke is voltam, de összeférhetetlen volt az alelnökségi tag az alapszabály szerint a Pécsvárosi Teniszklub elnökségével, és választanom kellett, inkább a Pécsvárosi Teniszklubot választottam, és akkor sima elnökségi tag maradhattam. Azon kívül a Vidékbizottság elnöke vagyok, tehát ez annyit jelent, hogy az egész országban az összes vidéki teniszklub, ez még a Pest-megyét is beleértem, azoknak én vagyok a választott, tehát megválasztott képviselőjük, és ezt a rangot is tulajdonképpen 11 éve tulajdonképpen töltöm be. Most decemberben lesznek a választások, most tegnap volt elnökségülés, én nem tudtam fölmenni, de beválasztottak a jelölőbizottságba, ahol a Taróczi Balázs lesz a jelölőbizottság elnöke, és én leszek a vidékből, aki a jelöléseket összeszedi, összegyűjti és próbál konszenzus kialakítani a vidéki klubok között, de már engem fölkértek, hogy vállaljon további 4 évre. Berényi úr is fölkért, Taróczi Balázs úr is fölkért, úgyhogy sokan, úgyhogy valószínű, hogy vállalni fogom, sőt, hát biztos, és valószínű, inkább azt mondom, hogy meg is fognak választani. Két dologgal gyorsan így a beszélgetés végén csak a nézők informálása kedvéért még kiegészítjük, hogy nem árt tudni, hogy az első ETA versenyt hoztad nem csak Pécsre, hanem Magyarországra is, és javíts ki, hogy tévedek, de az első fedett pályás teniszpályát, vagy fedett teniszpályát is Pécsvárosa a te közreműködésednek köszönheti. Igen, a fedett pályán úgy edzettünk előtte, 92 előtt olyan feltételek voltak, hogy a különböző tornaterembe edzettünk, és akkor az én kezdeményezésemre és közreműködésemmel is a Pécsvárosi Teniszklub fölépítette ezt az első fedett pályát. Azóta elment mellettünk ilyen szempontból a világ, mert most már
ezzel együtt összesen 10 ilyen fedett létesítmény van. De ez így van rendjén. Igen. Leért az időm, köszönöm szépen még egyszer gratulálok, és Beának is további jó versenyzést kívánok, nektek jó egészséget a további munkához, és minél tovább tudjad szolgálni Pécsváros, illetve az ország teniszversenyeit. Köszönöm szépen még egyszer. Kedves nézőink, a Sportinfo következik, ezzel búcsúzunk, viszontlátásra!